Itt rögtön az elején leszeretnék szögezni három dolgot. Az egyik az az, hogy ezek az én személyes megéléseim, senki más nevében nem beszélek, és egy percig sem állítom, hogy mindenki számára ilyen az anyaság. A második az, hogy a kiégés az egy nagyon komoly dolog, ami gyakran fizikai tünetekkel is jár, amivel engem nem diagnosztizáltak, szóval itt ezt a kifejezést inkább egy jobb, egy pontosabb szó hiányában használom. A harmadik dolog meg az, hogy én alapvetően szeretek anya lenni minden kihívásával együtt is. De engedjétek meg, hogy kifejtsem egy kicsit mind a három dolgot. A legutóbbi ilyen beszélgetős videómban, amiben arról meséltem nektek, hogy haladok a 2024-es terveimmel, említettem, hogy szeretnék egy ilyent felvenni, amiben az anyasággal kapcsolatos megéléseimről, meg a nehézségekről, a kihívásokról beszélek, de nem tudom, hogy merjem-e, mert hogy tudom, hogy ez egy ilyen kényes téma, vagy sokak számára triggerelő lehet, és nektek köszönhetően döntöttem mégis úgy, hogy felveszem ezt, mert bátorítottatok, és mondtátok, hogy nektek nagyon sokat tud segíteni, hogyha azt érzitek, hogy nem vagytok egyedül a megéléseitekkel. És egyébként én is ezt érzem. Van, hogyha hallgatjátok a Libikóka podcastet, abban Eszterrel beszélgettünk arról, hogy van azért egy ilyen finom, elválasztó vonal ezekben a dolgokban. Tehát egyrészt nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy őszintén tudjunk beszélni az anyaságról, tabuk nélkül, hogy ne mutogassunk egymásra újjal, hogy igen, mert te hálátlan vagy, vagy te csak panaszkodsz, vagy te nem is tudod, hogy mik a nehézségek, mert alapvetően az, hogy valakinek valahol valószínűleg nehezebb, mint neked, az nem kicsinyíti le, vagy törli el a te megéléseidet és a te nehézségeidet, és szerintem ezt a narratívát el kell felejtenünk. Mindenki egy csomaggal indul, és csak azzal tud gazdálkodni, csak azt tudja átélni, amit megél, szóval hiába mondod neki, hogy jaj, de hát XY-nak úgyis nehezebb, szóval te csak ne panaszkodj, mert hogy ezek a dolgok nem így működnek, mindenkinek az a legnehezebb, amiben ő benne van, és nyilván empátiát kell gyakorolni, de ez nem azt jelenti, hogy eltöröljük egymásnak az érzéseit, sőt, hanem megpróbáljuk megérteni, hogyha van ránk ebben hajlandóság. Viszont, amit én gyakran látok az utóbbi időben a közösségi médiában, az, hogy fogalmazzam ezt meg szépen, a nehézségeknek a fetisizálása olyan formán, hogy beszél az illető arról, hogy milyen problémákkal küzd, de nincs semmiféle feloldozás, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem mondja el azt, hogy ezek problémáim, és így próbálok megoldást keresni rájuk, vagy eddig ezzel a nehézséggel küzdöttem, és így léptem túl rajta. És abban a podcast epizódban, amit említettem, amit már be fogok linkelni a leírásba, arról is beszéltünk Eszterrel, hogy alapvetően nem jó szokás valószínűleg akkor beszélni így úgymond nagy nyilvánosság előtt egy témáról, amikor még nagyon-nagyon benne vagy, és amikor nagyon hevesen dolgozik benned. Valószínűleg célra vezetőbb lehet várni, hogy elteljen egy kis idő, és akkor bizonyos perspektívából, távlatból visszanézni, mert így tud az ember egyrészt saját magának is egy kerekebb képet összefoglalni, hogy mi is történt, illetve a másoknak, nektek is akár támpontokat nyújtani, hogy lehet abból a nehézségből kilépni. És most nem azt mondom, hogy ebben a videóban most akkor megoldjuk, hogy lehet ezt jobban és könnyebben csinálni, mert én is napról napra próbálom ezeket a dolgokat kitalálni,
De most például jelenleg úgy érzem, hogy rendben vagyok ebben a szerepben, és ezért is döntöttem úgy, hogy most beszélek erről a témáról, mert úgy érzem, hogy jó eséllyel nem fogom elsírni magam például, mert néhány héttel ezelőtt azért valószínűleg vagy lett volna rá esély, hogy arra is sor kerüljön, amivel egyébként nincsen semmi baj, de hogy ezzel a videóval most nem ez lenne a célom. Egyébként azt látom, hogy sokaknak már azok a típusú videók is tudnak segíteni, amelyek tényleg csak ilyen érzelmi kitárulkozások, vagy hogy mondjam, amiben nem ad az illető semmilyen támpontot vagy megoldást, csak elmondja, hogy hogyan érez ő, és úgy érzem, hogy annyira ki vagyunk éhezve a kapcsolódásra, annyira magányos tud lenni az anyaság, és évtizedekig úgy érzem, hogy annyira tabusítva voltak a nehézségek, hogy most már ez is olyannak tűnik, mint egy szuszonatnyi friss levegő, hogy na, végre valaki mer ezekről a dolgokról beszélni, és tudom, hogy nem vagyok egyedül vele. De azért sajnos még mindig látom a másik végletet is, ez, amit már említettem, hogy jaj, ne panaszkodjál, meg te nem is tudod, hogy mik a nehézségek, és szeretném megérteni, hogy ez honnan jön. Gyanítom, hogy egyrészt van ebben egy ilyen évszázadokra, vagy akár ezredekre visszanyúló társadalmi hierarchia is, hogy a nőnek a konyhában a helye, vagy a gyerek mellett a helye, és hallgasson, és végezze a dolgát, amit úgy érzem, hogy sajnos mi nők is nagyon sokan internalizáltunk, és van bennünk egy félelem, hogyha merünk beszélni a problémáinkról, akkor már nem leszünk elég szerethetőek, vagy nem leszünk elég vidámak, boldogok, nem tudom, nem fogunk már kelleni. Valami ilyenekre tudok gondolni egyrészt. Másrészt meg az is benne lehet, hogy ezek az érzések mindannyiunkban benne vannak, hogy igenis az anyaság nehézségekkel jár, de nem mindenki áll készen rá, hogy ezzel szembenézzen, akár már az említett okokból, hogy attól fél, hogyha elkezd erről beszélni, akkor kinézik, vagy problémás lesz. Az én életemben ez egy ilyen visszatérő probléma volt, hogy nem akartam problémás lenni, vagy hogy jó kislány akartam lenni, nem akartam problémát okozni. Tudjátok, a gyerekeknél az a típus, akit leteszel egy sarokba, és ott ül, és meg sem mukkan, és jaj, de jó gyerek. Na hát én kb. Egész életemben, vagy hát néhány évvel ezelőttig egész életemben erre törekedtem, és abszolút értem, hogy nagyon sokunkban ez van, és hogy ezt nem tudjuk összeegyeztetni azzal, hogy beszéljünk a nehézségeinkről, mert attól félünk, hogy azzal akkor már mi is nehézkesek leszünk. De őszintén nekem ebből nagyon elegem van, és nem akarok most már tovább hozzájárulni ez a narratívához, mert én egész életemben anyuka akartam lenni, és azt hittem, hogy ez elég, és megszületik a gyerekem, és minden csodálatos lesz, és ki fogok teljesedni az anyaságban, és egy ilyen rózsaszín csillámfelhőn fogunk úszkálni mindketten, és ehhez képest a valóság nagyon pofán csapott. És attól tartok, hogy azért, mert hogy nagyon kevés őszinte beszámolót hallottam arról, hogy milyen anyának lenni, és hogy milyen kihívásokkal tud ez járni, és azt hiszem, hogy ezt már nagyon sok videómban elmondtam, de mindig az jut eszembe, amikor az egyetemi barátom azt mondta, hogy a gyerekeket nem lehet kikapcsolni, amikor zavarnak, vagy amikor meguntad őket, és hogy szerintem ezt így nem érti, meg nem érzi át az ember addig, amíg tényleg nincs egy gyereke, akire
akinek 0-24 órában, a 7-7 napján, ha rossz kedved van, ha beteg vagy, ha esik az eső, ha ezer dolgot szeretnél csinálni, szüksége van rád, és főleg, hogyha ott akarsz lenni számára fizikailag, érzelmileg, ez nagyon-nagyon egyrészt időigényes, meg kimerítő is tud lenni, és szerintem erre nem vagyunk felkészülve, nem tudom, hogy fel lehet-e készülni, de az biztos, hogy nem beszélünk ezekről a dolgokról eleget. És ahogy mondtam, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ilyen az anyaság, én is ismerek olyan nőket, akik azt mondják, és akiken tényleg úgy néz ki, hogy valóban ők kiteljesedtek az anyaságban, megtalálták magukat, a szerepüket, boldogok, könnyen jönnek nekik a dolgok. Lehet, hogy személyiségtípustól is függ ez. Én mindent túl gondolok, és túl analizálok, és túl aggódok, ami ebben a szituációban nyilván nem segít. Nem tudom, hogy azok, akiknek könnyű, hogy csinálják, de azt érzem, hogy nem az a többség. Tehát, hogyha 10 anyukával beszélgetek, és megmernek nyílni, akkor 10-ből 9 azért azt mondja, hogy ja, nem mindig könnyű, vagy hogy nem számított rá, hogy ennyire nehéz is tud lenni. Amit mondtam, hogy a kiégés szót itt egy pontosabb kifejezés hiányában használom, azzal arra gondoltam, hogy úgy érzem, hogy ha azt mondom, hogy elfáradtam, vagy kimerültem az anyaságban, az egyszerűen nem adja át azt, amit sokszor érzek, mert ha ezeket a szavakat akarom használni, akkor ehhez a fáradtsághoz, vagy kimerültséghez társul egy adag kilátástalanság is, hogy tudod, hogy ennek a napnak vége lesz, és reggel fel kell kelni, és előről kell kezdeni, vagy ugyanazt végig kell csinálni, és semmiféle garancia nincs rá, hogy bármennyivel is könnyebb lesz, sőt, lehet, hogy sokkal nehezebb, ami biztos, hogy más lesz. Igazából ugyanolyan, mert hogy ez is nem tudom az anyasággal, vagy az anyasággal járó napi rutinnak egy velejárója, hogy valamilyen szinten minden nap ugyanolyan, de mégis mindegyik új kihívásokat hoz. És a másik dolog meg, hogy nem lehet elmenni vakációra. Tehát én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy Henry itthonról dolgozik, vagy most például a hajós szerződései között itthon van, illetve a szüleim is a szomszédban laknak, szóval nekem van segítségem, van akire Leót hagynom, egy-két órára, mint például most is, de az szinte semmire nem elég, vagy hogy mondjam, ma láttam pont Instagramon egy videót, hogy van az, hogy amikor a nő kap egy kis szabadságot a gyereknevelésből, akkor ő ilyenekre kell azt használja, hogy zuhanyzás, főzés, takarítás, vagy munka, bármilyen más munka, háztartásbeli vagy azon kívüli, amikor meg a férfinak nem kell a gyerekekkel foglalkoznia, akkor neki lehetősége van ténylegesen a hobbiaira szánni azt az időt, és nálunk is Henry tényleg oda teszi magát, de nem. Hiába, nem, soha nem lesz ez kiegyenlített. Már csak az érzelmi munka miatt sem. Mert minden gyakorlatilag, ami Leóval kapcsolatos, hogy mikor kell aludnia, mikor kell peruszt cserélni, van-e elég ruhája a következő évszakra, szeretnénk-e neki valami fejlesztőjátékokat venni, beírassuk-e bölcsibe, ha beíratjuk bölcsibe, akkor annak milyen hátrányai meg előnyei lehetnek, mikor kell oltásokat kapnia, hogyha úgy néz ki, hogy nem érzi jól magát, vajon mi lehet, tudjuk-e otthon kezelni, vagy el kell-e vinni orvoshoz, stb. Akinek van gyerek, azokat, ezeket nem kell túlmagyarázni. Ezek mind az én fejemben futnak le, és
ezek mellé jön az, hogy mit fogunk enni, kellene takarítani, fel szeretnék venni egy videót, ha felvettem azt a videót, mikor fogom megvágni, van-e elég téma, ötletem mondjuk következő hétre, stb. És hogy ez az utóbbi kategória, a háztartás meg a munka Henrynek is megvan, meg vannak más projektjei, meg hobbiai, stb. De ami a gyerekkel kapcsolatos, az 95%-ban az én fejemben van. És azért sok minden a háztartással kapcsolatban is, mert azt is én menedzselem, hogy elfogyott-e a fogkrém, ha igen, akkor mikor kell és honnan kell rendelni. Henry ezt néha el szoktam mondani, hogy ha nekem valaha mondjuk kórházba kell menni több hétre vagy hónapra, neki fogalma sincs, hogy mit honnan vásárolunk. És ismét csak tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Azt hiszem, hogy a háztartások, vagy mondjuk úgy, hogy a magyar háztartások valószínűleg 90%-ában ez így van. Nyilván nincsen erre konkrét adatom, ezt csak így kalapból előhúztam, de értitek. És nem tudok erre egy megoldást igazából, mert látom Henryn is például, hogy próbálkozik, tényleg. De nem akarom annyival elintézni, amit sokan mondanak, hogy jaj, hát a nők ilyenek, és a férfiak meg olyanok. Mert nem hiszem, mert úgy érzem, hogy ez egy túl szimplifikálása a dolgoknak. És hogy az én feladatom is, például fiús anyukaként, hogy Leót hogyan nevelem, miket tanul otthon, hogyan látja ezeket a szerepeket, és hogy a következő generáció hogy alakul, meg Leo az ő kapcsolatában, majd hogyan fog viszonyulni ezekhez a dolgokhoz. És ezért is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos szerintem beszélni ezekről a dolgokról, mert sajnos azt látom, hogy még mindig a mi generációnkban is nagyon sok szülőnek, nagyon sok velem egykorúnak ezek a dolgok nem egyértelműek, és sokan elfogadják, hogy ez így van, és kész, és a nőknek kell vinni a teher nagy részét ilyen szempontból a vállukon. És most nem azt mondom, hogy a férfiaknak nem nehéz, mert nyilván, főleg, hogyha ők az egyetlen kenyérkeresők, mint például nálunk is Henry, az egy teljesen másfajta stressz, másfajta nehézség, nem akarom ezt lekicsinyíteni, értem, de valljuk be, hogy nagy általánosságban, meg úgy az emberiség történetében a férfiak mindig sokkal több kreditet és elismerést kaptak ezekért a dolgokért, meg a nehézségekért, mint a nők. Most voltak nálunk a falunapok, és van itt nálunk egy egyesület, aminek apukám volt az egyik alapító tagja, és most volt a 20 éves születésnapjuk, és megünnepelték őket, és felhívták az alapító tagokat a színpadra, és egy kivétellel az összes férfi volt, és akkor Henry megjegyezte, hogy a nemi eloszlás érdekes volt, és mondtam neki, hogy de mindegyik férfinak a felesége ugyanúgy oda tette magát, ha nem többet. Bármilyen rendezvény volt, vagy bármit le kellett menedzselni. Csak nem az ő neveik voltak az alapító tagok listáján. És úgy érzem, hogy ez már nagyon-nagyon sok mindent elmond erről a kérdésről. De hogy mondjak egy nagyon konkrét példát is arra, hogy mit értek az alatt, hogy a sima fáradtság vagy kimerültség nem írja le azt, amit sokszor érzek. Most az elmúlt hetekben ugye sokat voltunk Leóval ketten, mert Henry hajón volt, és volt egy nap, amikor már megérkezett a kánikula, 30 plusz fok volt egész nap, ami alapvetően nagyon-nagyon lemerít mindannyiunkat, és én azt érzem, hogy ingerlékenyebb is vagyok a melegben. Leo is sokkal nyűgösebb, vagy sokszor sokkal nyűgösebb ilyenkor, és ezen a napon a szüleim is el voltak foglalva, szóval pár perc kivételével, amikor összekaptam egy kicsit a nappalit, tényleg egész nap együtt voltunk Leoval, és este 10-kor már azt éreztem, hogy alig állok a lábamon, és amikor altatásra került a sor, akkor tényleg harcolnom kellett, hogy ébren tudjak maradni
addig, hogy ő elaludjon. És amikor már majdnem elaludt volna, akkor mondta, hogy kakálnia kell. És hát nyilván ilyenkor semmi garancia nincs rá, hogy valóban kakálnia kell, vagy csak azért mondja, mert nincs kedve aludni, vagy lehet, hogy csak egy purc lesz belőle, de hogy következetesek akarunk lenni, és megtanítani, hogy amikor jelzi, akkor hallgatunk a jelzésére, és bilire tesszük, úgyhogy akkor is felkeltünk, mondom, már alig álltam a lábamon, bilire tettük, valóban kakált egy kicsit, eltakarítottuk, elintéztük, visszatettük a pelust, stb. És akkor visszamentünk az ágyba, és még fél órát szoptattam, amíg aztán elaludt, és amikor nekem is aludni kellett. És tudtam, hogy reggel fel kell kelnem, és egy ugyanolyan nap lesz. És egyébként aztán visszanézve ez még egy könnyű nap volt, mert utána jött egy olyan hét, amit úgy kezdtünk, hogy Leo 3 napig lázas volt, éjszaka ilyen 1 és 3 óra között 1,5 órát ébren volt, akkor valahogy sikerült visszaaltatni, és hajnalban megint ilyen 5 és 7 között megint 1 órát ébren volt, és a 3. napra már azt éreztem, hogy olyan vagyok, mint a mosott fos, már bocsánat, de minden bajom volt, nem volt türelmem, ingerlékeny voltam, stresszes, hogy mi baja a gyereknek, miért lázas, a foga jön-e, vagy valami más baja van, kell-e vinni, megint ez a kell-e vinni orvoshoz kérdés, aztán elmentünk orvoshoz is, közben kiütött, akkor miért vannak a kiütései, és nem tudom, hogy a stressz miatt-e, vagy én is összeszedtem valamit, valószínűleg nem ugyanazt, amit ő, de hogy aztán én is belázasodtam a 3 nap után, és akkor nagyon nagy szerencsém volt azzal tényleg, hogy anyu még tudtak vigyázni rá, és akkor tudtam pihenni, mert különben nem tudom, hogy hogy lett volna. Nyilván végigcsináltam volna, mert muszáj végigcsinálni. És itt eszembe jutott egy poszt, amit szintén Instagramon láttam, hogy az anyaság olyan, mint amikor zuhan le a repülő, és te mindenkire felteszed az ejtőernyőt, kivéve magadra, és akkor lezuhan a repülő, és valahogy nem halsz meg, hanem felkelsz és megfőzöd az ebédet. És hogy úgy érzem, hogy ez így nagyon jól leírja, hogy milyen ez az egész. És ez alatt az időszak alatt, amikor beteg voltunk, vagy először Leo volt beteg, és nyilván fájdalma is volt, nagyon-nagyon sokat sírt, sokszor én is sírtam vele. Henryvel többször beszéltünk telefonon, és mindig elmondta, hogy nagyon-nagyon sajnálja, hogy nincs itthon, és hogy egyedül vagyok ezekkel a dolgokkal, és hogy hogy viselem, és akkor mondom neki, hogy hát hogy viseljem, most mit mondjak, megoldom, mert muszáj megoldani, és hogy mindannyian így vagyunk ezzel. De jól esett azért aztán utána, amikor elmondhattam anyuka ismerősöknek, hogy mi van, és akkor elmondták, hogy hát igen, nálunk ez és ez volt, és nem lesz könnyebb neked attól, mert valaki másnak is nehezebb, de inkább azt érzem, hogy sokszor csak arra van szükségünk, hogy tudjuk, hogy nem reagáljuk túl a dolgokat. Főleg, hogy nem tudom, a nőket évszázadokig hisztériásnak nevezték, ha bármiféle érzelmet mertek mutatni. Most jó tudni, hogyha úgy érezzük, hogy ez itt most nem olyan könnyű, mint amilyen lehetne, vagy nem olyan, mint amire számítottam, vagy nehezen élem meg ezt a szituációt, akkor tudom, hogy nem velem van baj, hanem ez a szituáció tényleg nehéz, és hogy érezhetem ezt, és hogy oké, hogy nehéz, és hogy oké, hogy vannak negatív érzéseim, és ettől nem szeretem kevésbé a gyerekemet. És ez a, ugye a 3. pont, amit az elején mondtam, hogy nyilván imádom Leót, mindennél és mindenkinél jobban szeretem, és bármit megtennék érte, és alapvetően anyának lenni is szeretek. Szeretem ezt a szerepet, szeretem a kapcsolatomat Leóval, szeretem az önbizalmat, ami az anyasággal jött igazából. Szeretem azt, hogy megdolgoztam azért, hogy úgy érezzem magam most az anyaságban, ahogy
szeretem azokat a barátságokat és kapcsolatokat, amelyek ennek köszönhetően kialakultak. Szeretem azt, hogy Leon keresztül formálom a jövőt, vagy legalábbis reménykedem ebben, és szeretem azt, hogy egy teljesen más perspektívát kaptam azáltal, hogy fiús anyuka lettem, amiről egyébként, hogyha emlékeztek, beszéltem nagyon röviden még a várandóság alatt, vagy inkább Patreonon beszéltem erről részletesen, hogy nagyon féltem attól, hogy kisfiam legyen, de imádom. Imádom, hogy kisfiam van, és azt is nagyon érdekesnek találom, ahogyan ez az egész új szituáció, meg ezek az új szerepek a kapcsolatunkat befolyásolták Handyvel, akkor is, hogyha sokszor nagyon nehéz, tehát vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy igazából Leo érkezése bizonyos szempontokból tönkretette a kapcsolatunkat Henryvel, vagy legalábbis, ami azelőtt nagyon könnyű és kézenfekvő volt, azokért a dolgokért most harcolni kell, és nekem meg nincs mindig energiám. Nincs. Se fizikai, se lelki, főleg érzelmi nincs. És hogy ilyen szempontból sajnos a házasságunk hátrébb sorolódik, és ennek nagyon sokszor érzem a negatív hatásait, és nagyon sajnálom, és Henryvel így félve, de időnként azért beszoktuk vallani egymásnak, hogy sokszor hiányzik az, amilyen a kapcsolatunk volt Leo előtt, vagy hiányzik a spontaneitás, amit azelőtt meg tudtunk engedni magunknak, a random randik, mozizások, kirándulások, stb. A szex, amiből most szintén nagyon-nagyon-nagyon kevés van, mert én azt érzem, hogy Leo annyit csüng rajtam, hogy más ne érjen hozzám, azt hiszem, hogy már elős beszéltem korábbi videókban, de hogy ezt is úgy érzem, hogy egy olyan téma, amit tabusítva van, és amiről az emberek nem mernek beszélni. Főleg, hogy az is egy ilyen társadalmi elvárás, hogy a nő szülés után azonnal úgy nézzen ki, mint előtte, és kívánja a szexet, és egyébként hallok én is ilyen sztorikat, hogy a szülőszobában, vagy nem a szülőszobában, hanem a lábadózóban, minek nevezik ezt? Az újszülött osztályon? Nem. Hát tudjátok, ahol az anyuka fekszik szülés után, a nővérek arra mentek be, hogy szét kellett szedniük a férfit és a nőt, és mondani nekik, hogy lehet, hogy így pár órával szülés után nem biztos, hogy ezt kellene csinálni. Nem tudom. Biztos vannak olyan nők, akik erre vágynak pár órával szülés után, de én azt érzem, hogy lassan másfél évvel szülés után sem igazán vágyom rá. De nem örülök ennek, nyilván. És hogy mondom, vannak olyan dolgok, amikben azt érzem, hogy nagyon negatívan befolyásolta igazából a gyerekvállalás a kapcsolatunkat Henryvel. De hogy mindezzel együtt is, meg minden nehézséggel együtt is, én szeretek anya lenni. De így is nehéz. Igazából csak ezt akartam, azt hiszem, hogy ezzel a videóval itt alá húzni, hogy az, hogy valamit nagyon akarsz, egyrészt nem jelenti azt, hogy össze fog jönni, és hogyha össze is jött, nem jelenti azt, hogy pont olyan lesz, amilyennek elképzelted, ha pedig nem pont olyan, mint amilyennek elképzelted, lehetsz emiatt szomorú, vagy dühös, vagy csalódott, vagy érezheted magad átverve, és hogy ezek az érzések mind-mind rendben vannak, és nem leszünk tőlük sem rossz anyák, sem hálátlanok, még csak nem is számít panaszkodásnak szerintem, és hogy kell ezekről a dolgokról beszélni, nem tudom ezt eleget hangsúlyozni. És amikor Henrynek mondtam, hogy miről fog szólni ez a mai videó, és hogy egy picit így óckodom tőle, meg nem annyira tudom, hogy hogyan beszéljek erről a témáról, akkor Henry mondta, hogy de hát mondjam el a videóban, hogy ez egy safe space,
És hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne ezekről a témákról beszélni, akkor itt lehet, és nyugodtan kommentben írjátok meg a ti megéléseiteket, vagy hogyha nem szeretnétek nyilvánosan felvállalni, akkor akár Instagramon privát üzenetben. Nem sikerül mindig mindenkinek válaszolnom, vagy néha csak hetekkel később sikerül, de elolvasok minden üzenetet, és nagyon örülök minden ilyen fajta kapcsolódásnak, meg borzasztóan örülök, amikor azt mondjátok, hogy segít nektek az, hogyha hallatok engem valamiről beszélni. Mert igazából ez ennek az egésznek a célja, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy ne legyünk egyedül, mert nem normális az, ahogy most 2024-ben gyereket nevelünk. Van az az angol mondás, hogy it takes a village, és ez tényleg így van, és nem is olyan régen még ez így is volt. Különböző generációk együtt éltek, egy udvaron, vagy akár egy házban. A nagymama, vagy a dédnagymama, vagy a testvérek, vagy a nagynénik, vagy valaki vigyázott a gyerekekre, az unokatestvérek sokszor együtt nőttek fel. És ez ma már nincsen meg, és nyilván nem azt akarom mondani, hogy akkor menjünk visszafele az időben, mert pont a videó elején meg arról beszéltem, hogy nagyon örülök azoknak a változásoknak, amelyeket látok így az utóbbi időben, és úgy érzem, hogy még több ilyen változásra van szükségünk. De ez a része, ez a borzasztó individualizmus, ami egyébként az életünk minden területére beszivárogta magát. Sokszor azt érzem, hogy nagyon sok kárt okoz. Nem tudunk közösségben lenni, nem tudunk segítséget kérni. Ha segítséget kapunk, akkor nem tudjuk elfogadni, hogyha valaki kedvesen vagy nyitottan viszonyul hozzánk, akkor rögtön azon gondolkozunk, hogy vajon mit akarhat tőlünk, milyen hátsó szándéka van. Itt most elsősorban az én megéléseimről beszélek nyilván, de hogy szerintem nem vagyok velük egyedül. És el szoktam ezen szomorodni, de hogy tényleg így van, hogy sokszor valaki egy ilyen nagyon kedves dolgot ír, és akkor gondolkozok rajta, hogy vajon mit akarhat, mert hogy nem tűnik normálisnak. Pedig én nem vagyok egy cinikus ember, és általában igyekszem azért a jót meglátni mindenben, meg az emberekben is, de így is bennem vannak ezek a kétségek. És ahogy mondtam az előző videómban is, annak is például, hogy Leót beirattuk bölcsibe ősztől, az volt az egyik oka, hogy nem járunk egyszerűen eleget közösségbe, vagy amit én elégnek éreznék. És nem akarom, hogy a mi antiszociális beállítottságunknak Leó igye meg ilyen szempontból a levét, mert ő meg nagyon-nagyon nyitott, és nagyon-nagyon barátságos, és nagyon-nagyon szereti a gyerekeket, úgyhogy szeretném megadni a lehetőséget neki a kapcsolódásra. De hogy őszinte legyek, én magam is többre vágynék annál, mint ami van jelenleg az életünkben. És nagyon hálás vagyok emiatt is ennek a közösségnek, hogy nagyon sokatokkal tudunk kapcsolódni, meg beszélni ezekről a dolgokról, sokszor elnevetni, a nehézségeket is akár, vagy megosztani a problémákat. Nemrég például valakivel a testünk változásairól beszélgettünk, meg hogy hogyan nézünk magunkra a szülés után, milyen a libidónk, hogy viszonyulunk magunkhoz, és hogy annyira felszabadító volt az a beszélgetés is. És tudni, hogy egyszerűen azok az elvárások, amelyeket a társadalom támaszt a friss anyukákkal, vagy nem csak a friss anyukákkal, hanem úgy általában az anyákkal, meg a nőkkel szemben nem normálisak. És hogy próbálhatjuk mindannyian beletuszkolni magunkat azokba a kis dobozokba, de nem fog működni, vagy hogyha igen, akkor megisszuk a levét, vagy betegségek formájában, vagy boldogtalanság formájában, meg nem élt potenciál formájában. És hogy nagyon-nagyon szeretnék ezen változtatni, és nagyon hálás vagyok nektek, hogy ti is nyitottak vagytok erre, és hogy tényleg tudunk ezekről a dolgokról kommunikálni.
Itt már utaltam arra, hogy Henryvel szoktunk beszélgetni arról, hogy melyek azok a dolgok, amelyek hiányoznak a Leo előtti életünkből, és hát nekem nagyon, nagyon sok minden van, de az első, vagy ami így a legáltalánosabb, vagy sok mindent átölel, az a szabadság érzése. És én nem voltam soha az a bulizós típus például, nem jártam fesztiválokra, vagy kikocsmázni, vagy ilyenek. Szóval nem az hiányzik, hogy akkor egész éjszakaként tudjak maradni, de hogy az is szabadság, hogy én úgy tudok dönteni, hogy ma csak olvasni akarok. Vagy ma nem fogok főzni, mert bekapok valamit a hűtőből, vagy nagyon meleg van, és eszek egy fagyit, és azzal megoldottam, és nem kell másra gondolnom, vagy máshol gondoskodnom. És ez a fajta könnyedség is nagyon hiányzik. Az, hogy valakiért folyamatosan felelősséget kell vállalnom, az számomra nagyon-nagyon terhes tud lenni néha. És erről már beszéltem, azt hiszem, egy korábbi videóban a szoptatás kapcsán, hogy én nem voltam felkészülve arra, hogy ez milyen nehéz lesz számomra, mert akartam a gyereket, és akartam szoptatni, és azt hittem, hogy ez egy ilyen fantasztikus dolog lesz, és azt fogom megélni benne, hogy az anya természet milyen csodálatos. Egyébként igen, ez tényleg így van, de hogy főleg az első hetekben én borzasztóan szenvedtem attól, hogy valakit folyton ki kell szolgálnom, és így nem tudtam ezzel az érzéssel mit kezdeni, és így nagyon-nagyon sokáig tartott, amíg helyre tudtam magamban tenni, hogy igen, ez az életemnek ez a szakasza most erről szól, én akartam, Leo nem kérte, hogy megszülessen, én döntöttem a szoptatás mellett is, nem kényszerített rá senki, abba hagyhatnám, nem lenne azzal semmi probléma, tápszeren is ugyanúgy felnőne Leo, és hogy ha nehéz, akkor be kell látnom, hogy főleg ebben a szituációban, hogy az én döntésem, hogy ezt csinálom, és keseredhetek miatta, és sajnálhatom magam, de nem leszek semmivel előbbre, vagy elfogadhatom, hogy igen, ez most ilyen lesz valószínűleg másfél-két évig, és aztán jön valami más. És aztán sikerült eljutnom erre a második pontra, hogy azt tudjam mondani magamnak, hogy igen, most ez van, de ez átmeneti, és lesz majd másképp is. De nem mindig mindenben sikerül átlendülni a nehézségeken, vagy azon a mély gödrön, amiben sokszor bele tudom ásni magam, amikor azt érzem, hogy egyedül vagyok, vagy valami igazságtalan, és borzasztóan nehéznek érzem azt, hogy holnap is ez lesz, és holnap után is ez lesz, és hogy oké, hogy lesz változás, de nem látom, hogy mikor, és amikor ezekre a dolgokra nagyon rápörgök, akkor be tudok kerülni egy ilyen spirálba. Hogyha láttátok az Inside Out második részét, ahogy az anxiety úgy pörög maga körül, és így teljesen elvesztődik, hát az én életem is sokszor olyan. Tehát így tényleg belekerülök egy ilyen lefele vezető minden rossz, minden rossz, minden rossz, minden rossz spirálba, és beleásom magam egy ilyen borzasztó mély gödörbe, és nem mindig sikerül onnan egyszerűen kijönni. És így a videó végére igazából erről akartam egy kicsit beszélni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek segíteni tudnak ilyenkor, mert ahogy mondtam, most rendben vagyok, de már mikor? Nem, áprilisban például, akkor borzasztó, borzasztó mélyen voltam, és akkor tényleg úgy éreztem, hogy kiégtem az anyaságban. Elegem van, nem akarom tovább csinálni, belátom, hogy nem tudok kilépni belőle, nyilván ki tudnék, de nem akarok, de nem látom át, hogy hogyan tovább. És aztán akkor került sor május elején az olaszországi utazásunkra, ami kapcsán szintén, nem tudom, szorongtam, vagy mérges voltam, hogy igen, el fogunk menni nyaralni, de hogy ez nem lesz vakáció, mert Leo velünk jön, és igazából ugyanazok a problémák, feladatok, kihívások fent fognak állni ott is,
és nem fogunk tudni pihenni, és stb. De aztán, amikor ott voltunk, és új helyeket láttunk, és egy kicsit meg tudtam élni ezt a mennyi ismeretlen, fantasztikus dolog van a világban, amiket még nem láttam érzést, az annyira felszabadító volt, még hogyha csak pár másodpercig is tartott egy-egy ideig, hogy az adott egy óriási löketet, meg lendületet, hogy igen, nehéz, de a nehézségeknek nem kell, hogy folyamatosan uralniuk az életünket, vagy hogy mondjam. És most nem azt mondom, hogy az a megoldás, hogy el kell menni Olaszországba, de hogy az ember egy picit a mindennapi mókuskerékből kikerüljön, az mindenképpen nagyon sokat tud számítani, meg nagyon sokat tud segíteni. És néhány héttel ezelőtt, amikor Torockon voltunk, annak is volt egy ilyen hatása. Pedig ott aztán tényleg nem csináltunk nagy dolgokat, többnyire ott ültünk a házban, mert esett az eső, vagy sétáltunk a faluban, amit itt is szoktunk, meg elmentünk várat nézni, egyet mászkálni, és hogy nem volt ilyen hűde, nagy, egetrengető kirándulás, még csak egy nem is egy új hely volt, mert jártam már ott, de akkor is elég volt az, hogy ne ugyanazokon a dolgokon pörögjek, mint itthon. Tehát kell időnként a változás, nem kell nagy dolognak lennie, de valami legyen, ami ki tud zökkenteni ebből a lefele futó spirálból. És néha egyébként nekem egy jó könyv is elég erre. Most például Elizabeth Gilbert-től olvasom a Big Magic-et, és annyira inspiráló, ahogy ő a kreativitásról, meg az írásról ír, hogy ebben is azt érzem, hogy feltöltött, és kedvem van megint dolgokat csinálni, alkotni. Mert hogy azelőtt ezzel kapcsolatban is benne voltam egy kicsit egy ilyen önsajnálati spirálba, hogy jaj, nincs annyi időm ezekkel dolgokkal foglalkozni, mint amennyit szeretnék, és hogy igazságtalan, hogy Henrynek több ideje van a hobbiaira, stb. És most meg ezt érzem, amit mondtam, hogy igen, keserekedtek ezeken a dolgokon, de ezek az évek, amikor Leo kicsi, és nekem nagyon sokat kell vele lennem, így is úgy is el fognak telni, akkor is, hogyha sajnálom magam, és akkor is, hogyha azt a kevés időt, amim van, azt a kevés szabad időt, amim van mellette, olyan dolgokra használom, amelyek valóban feltöltenek. Most például az alvás idejében a Daisy Jones and the Six sorozatot nézem újra, mert ezt a tavaly láttam, és nagyon-nagyon szerettem. Hogyha láttátok a ruhás videóimat, akkor ott többször szoktam róla beszélni, hogy mennyire inspirált, és most is már hetek óta vágytam rá, hogy felfrissítsem kicsit azokat az emlékeket, meg élményeket, amelyeket a sorozat ébresztett bennem, szóval most ezt csinálom, és alig várom, hogy Leo aludjon, hogy tudjam nézni a következő részt. És ez is elég. Most például ez is elég ahhoz, hogy egy picit kizökkentsen a mindennapokból. És az ilyen élmények nekem például sokkal többet tudnak segíteni, mint az, hogyha az Instagramot görgetem, és azt nézem, hogy ez is nyaral, és az is nyaral, és én nem nyaralok, és ez meg repül, és az milyen szép új ruhát vett, és stb. Szóval az, hogyha valamiben inspirációt keresek, anélkül, hogy feltétlenül magamat hasonlítanám, és hasonlítgatnám össze, az számomra sokszor célra vezetőbb, vagy előre mutatóbb tud lenni. Nem titok, hogy a világ legfontosabb feladatának tartom az anyaságot, de a legnehezebbnek is, vagy az egyik legnehezebbnek. Sokszor egy hálátlan, láthatatlan munkának érzem. Másrészt viszont nem tudok elképzelni ennél csodálatosabbat sem. Tehát azok az ilyen apróságok, amikor Leo önfeledten nevet, vagy csak rámosolyog,
vagy félálomban nyújtja a kezét, hogy fogja meg, vagy tegnap óta elkezdtem megint mondani a Henrynek azt, hogy papa. Régen mondta, és aztán visszatért arra, hogy mindenki mama, de most megint elkezdtem mondani egy papa, úgyhogy most ez az új kedvenc szava megint, és nagyon sokat mondja, és annyira szívmelengető látni őt, hogy mennyire örül ennek a szónak, meg Henry reakciójának is. Tehát vannak ezek a dolgok, amik annyira túl tudják csordítani a szívemet szeretettel, és hálával, és boldogsággal, hogy az leírhatatlan, de nem mondom, hogy ezeket az érzéseket csak az anyaságban lehet megtalálni, vagy hogy mindenkinek szülőnek kell lennie ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudja élni. Én egy percig sem mondanám azt senkinek, hogy már pedig neked szülnöd kell, vagy hogyha most úgy érzed, hogy nem akarsz gyereket, meg fogod bánni, vagy majd meg fog változni a véleményed. Nem. Szerintem nem kell mindenkinek szülnie, nem kell mindenkinek szülőnek lennie, hogyha valaki bizonytalan benne, hogy akarna lenni, vagy nem, akkor én inkább azt mondom, hogy ne legyen. Bocsánat, hogyha ezzel megosztó vagyok, vagy valakit triggerelek, de szerintem még mindig sokkal egészségesebb és felelősségtudatosabb azt mondani, hogy én nem vagyok benne biztos, úgyhogy inkább nem akarom, mint úgy vállalni gyereket, hogy te nem vagy benne biztos, hogy szeretnéd, és potenciálisan valaki másnak is tönkreteszed az életét, nem csak annak a gyereknek, aki nem kérte, hogy megszülessen, de lehet, hogy a párodnak is, mert megmérgezi az egész a kapcsolatokat, nem tudom. De hogy nem kell mindenkinek gyerek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy jaj, én hű de jó szülő lennék, és mindent jobban csinálok, mint mások, mert nem, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy fogalmam sincs, hogy mit csinálok, de nem, egyrészt nem érzem azt, hogy a szaporodáshoz alanyi jogunk van, amivel muszáj élnünk, és nem tudom, meg kell mentenünk a nemzetet a kihalástól, vagy semmi ilyesmit nem érzek. Másrészt meg azt sem érzem, hogy a gyerekek a tulajdonaink lennének. Sőt, én sokszor így rácsodálkozom Leóra, hogy nem hiszem el, hogy ezt a teljesen önálló kis embert, életet, személyiséget én hoztam erre a világra, és hogy már sok szempontból annyira független tőlem, hihetetlen, és annyira csodálatos. És hogy sokszor nem is azt érzem, hogy az anyukája vagyok, mármint, hogy nem egy ilyen alá-fölé rendeltségi, vagy birtoklási viszonyban, hogy ő hozzám tartozik, hanem csak azt érzem, hogy ő az ő kis önálló személye, és az én feladatom, hogy az útját egyengessem, és egy olyan környezetet biztosítsak a számára, amiben a leginkább ki tud teljesedni, amelyben meg tudja találni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek boldoggá teszik, amelyben fejlődni, tanulni, tapasztalni tud, de hogy ő nem az enyém, nem hozzám tartozik, és neki van önálló akarata, már most egy évesen és 4 hónaposan, és hogy nincs nekem jogom ezt letörni. És hogy úgy érzem, hogy ez szintén nem egyértelmű sokak számára. Tehát, hogy sokan azt érzik, hogy én, ha egyszer gyereket csináltam, akkor az a gyerek az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. És hogy úgy érzem, hogy ennek néha borzasztó következményei vannak. De ez már egy másik téma lenne. Most már be fogom fejezni a beszédet. Igazából ezeket a dolgokat akartam most nektek elmondani. Hogy válaszoljak-e arra a kérdésre, hogy kiégtem-e az anyaságban, nem, mert ahogy mondtam az elején, a kiégés az egy nagyon-nagyon komoly dolog, és hogy igen, vannak nagyon sötét pillanataim, amikor azt érzem, hogy igen, ez a mély, és nem tudom, hogy másszak ki ebből a gödörből, de aztán valahogy mindig is kimászok. Eddig legalábbis még mindig is sikerült. Ahogy mondtam, inspirációval, új tapasztalatokkal, segítséggel, ez nagyon-nagyon fontos,
és megyek tovább. Nem tudom, hogy ezzel segítettem-e valakinek, aki éppen nehézségeken megy keresztül. Nem tudom azt mondani, hogy könnyebb lesz, mert erre semmiféle garanciát nem látok a saját életemben sem, de arra igen, hogy más lesz. Holnap más lesz, mint tegnap, jövőre más lesz, mint tavaly, és a más az lehet jobb is, meg rosszabb is, de már az, hogy változni fognak a dolgok, az igazából engem optimizmussal meg reménnyel tölt el, hogy egy ilyen nagyon klisés metaforával vagy hasonlattal éljek, ugye az állóvíz az sokkal könnyebben megromlik, úgyhogy a mozgás, a változás az engem reménnyel tölt el. Úgyhogy ha nehéz napjaitok vannak, akkor igazából nektek is csak ezt tudom mondani, hogy ebbe kapaszkodjatok. És ennyi. És még azt, hogy nem vagytok egyedül, tényleg nem vagytok egyedül, és hogyha bármikor beszélgetni szeretnétek, akkor én itt vagyok, illetve egymással is beszélgessetek a kommentekben, hogyha a kommentek szekciókban, hogyha van kedvetek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! A második az, hogy mi volt a második? Ez a borzasztó invidi...